Sziasztok, én Horváth András vagyok, és nem sokan tudjátok rólam, de 24 éves korom még nem volt jogosítványom, ezért biciklivel jártam mindenhova. Ilyen napi 10-20 kilométereket tekertem, ami mondjuk sajnos nem látszik a lábaimon, de hát ez úgy látszik genetika. És hát aztán abba hagytam, nyilván amikor lett autóm, akkor abba hagytam a biciklizést, aztán egyszer újra kezdtem, de valahogy így nem volt már kedvem annyira, mint ahogy mondjuk 18-19-20 éves koromban tekerni a Soroksári úton. Viszont nemrég megkeresett az e-bike shop, mert nem sokára kezdődik a pedelek parádéjuk, hogy ugyan már jöjjek el hozzájuk, és ha már elektromos autókkal foglalkozok, akkor az elektromos bicikliket is nézzem már meg, és próbálják ki egyet. Úgyhogy eljöttem az e-bike shophoz, és itt van mögöttem ez a szörnyeteg. Ez egészen elképesztő cucc, tehát egy mindjárt majd megmutatom menet közben, amit ki fogok próbálni. Elvileg 70 km/h-val tud menni, tehát én nem tudom, szakadékban lefelé tudom elképzelni, hogy annyival lehessen menni, de hogy sík úton 70-nel csapatni biciklivel, 44 évesen ilyen csirkelábakkal, erre kíváncsi vagyok. Még mielőtt kipróbálnám ezt a szénszálas szörnyeteget, és kockára tenném az életemet, így arra kérnék mindenkit, hogy légy, ne kommenteljétek majd be a videó alá, hogy úristen, az elektromos bicikli az nagyon drága, hülyeség, semmi értelme, növesz nagyobb izmokat a lábadba, és teker azzal gyorsabban. Mert hogy beszélgettem itt a tulajjal, és az van, hogy az elektromos bicikli az inkább a robogóknak, meg az autóknak lehet az ellenfele. Tehát nem a normál kerékpároknak, normál bicikliknek, hanem mondjuk elgondolkozol, hogy elektromos robogót vegyek, vagy mondjuk elektromos biciklit, és a robogó az nyilván drágább lesz, a bicikli az olcsóbb lesz, bár attól függ, mert mondjuk ennek az árat nem akarjátok tudni, ez nagyon húzós. Szóval azt mondod, hogy nem robogót veszek, hanem egy elektromos biciklit, mert azért sportolni is akarok. Nyilván az elektromos bicikli, az tekerni kell, tehát csak akkor segít neked, hogyha tekered is. Ennek a függvényében légy színe, kommenteljétek be, hogy hülyeség, mert nem az. Nagyon is jó dolog. Például az ilyen 44 éves vén embereknek, mint én, akinek mondjuk már 30-40%-kal kevesebb az energiája, mint mondjuk amennyi 20 évesen volt. Nekem tényleg, hogyha valaki most azt mondja, hogy tekerek 20 km-t egy normál biciklivel, így kinevetni, az hagyjatok békén. Elektromos bringával meggondolom. Na, úgyhogy ennyi duma után most kipróbálom ezt a szörnyet. Na, tekerjünk egyet, nézzük, hogy mit tud a kicsike. Amíg ide jöttem, már ki voltam akadva, nagyon durva cucc, tényleg. Na rajta, a hang az szar lesz, biztos vagyok, de majd a végén elmondom. Na go! Már váltani kell, 30, 35, 30, 40, azt a 50, és itt egy kamion. Még egyszer. Hát ez kegyetlen. Na jó, kell mennem még egy kört. Hát ez rohadt jó. Superpower! Hát szíjetetlen, egyből váltani kell. Még egy. És már a legkisebb fokozaton vagyok. 43, 45, 50. Ez itt a robogóknak általában végsebessége. És akkor még kéne egy sebesség váltani. Ott van! Azt a 61! Itt az út vége. Hú! Azt a rohadt élet! Hát ez nagyon durva. Hú, gyerekek! Hát ez brutális. És az van, hogy ugyanúgy elfáradok, csak nem 30-al megyek, hanem 60-nal. De ez valami elképesztő. Hú! De rég bringáztam ilyen jót. Gyertek el, 24-én, 25-én
a pedelek parádéra, Török Bálintra, és próbáljátok ki. Beszartok annyira durva, komolyan. Félelmetes. Hú-hú, hú-hú. Apám, ez nagyon durva. Hát ez valami egészen hihetetlen élmény volt. Ez a cucc, ez félelmetes, mint hogy az összes többi is egyébként. Tehát nagyon nehéz leírni, hogy milyen. Csak azt tudom mondani, hogy tényleg gyertek el, lesz a pedelek parádé most szombat-vasárnap, március 24-25-én. Reggel 10 órától 6 óráig több mint 200 biciklit ki lehet próbálni, talán 300 is van, hogy félfüle haladtam, hogy még érkezik egy csomó kiállító. Úgyhogy mindenféleképpen gyertek el szerintem, mert tényleg akkora élmény, hogy ezt így nem lehet elmondani, hogy nem kell vásárolni, csak gyertek el, nézzétek meg. Itt leszek én is a szombati napon, illetve úgy hallottam, hogy lesz itt egy Tesla Model X is, ami szerintem Magyarországon azért így elég menő és elég ritkán látható járgány. Úgyhogy azt is meg lehet nézni, meg hát az elektromos bringákat, és szerintem egy jó családi program lehet. Úgyhogy találkozunk szombaton, illetve vasárnap. Én a szombati napon leszek itt, hogyha valaki akar velem dumálni, vagy meg akarja nézni az i3-at, akkor gyertek ki, én is itt leszek egész nap, mert már gondoltam, hogy miért ne. Jó bulinak hangzik. Úgyhogy szombaton találkozunk. Sziasztok, ciao.